Szeretek sütni. Ritkán térek el a receptől, és jó érzés tudni, hogyha a hozzávalókat a megadott módon és a megadott sorrendben összekeverem, nagyjából mindig ugyanazt a végeredményt kapom. Nehéz elrontani. Az élet nem ilyen. Nincsenek receptek, a kockázat is nagyobb. Más körülmények vesznek körül bennünket, különböző élethelyzetekben vagyunk, egymástól eltérő vágyakkal, adottságokkal. Ma arra keressük a választ, hogyan lehet sikeres, erős egy nő, hogyan teljesedhet ki? Talán nagyszerűbb azt megnézni, mit ne tegyen. Ne higgy el például, hogy nekünk, nőknek folyamatosan versenyeznünk kellene a férfiakkal. Ne higgy el, hogy életünk minden pillanatában össze kellene mérni magunkat egymással, és legalább olyan beosztással, legalább akkora fizetéssel kellene rendelkeznünk, mint a másiknak. Ne higgy el azt sem, hogy választani kell a gyermekvállalás és a komoly szakmai munka teljes beosztás között ne el, hogy nem dönthet szabadon. Vagy azt, hogy egy nő ne élhetné meg a kiteljesedését sok gyermekes anyaként úgy, hogy csak a családjának él. A döntés a mi kezünkben van. Ez persze nem jelenti azt, hogy könnyű lenne meghozni ezeket a döntéseket, éppen ellenkezőleg. Nehéz azt kimondani, hogy valakivel egy életre szóló házastársi szövetséget kötünk. Nehéz vállalni az ezzel járó felelősséget, a gyermekáldásra sem könnyű igent mondani, hiszen az lemondással, áldozatvállalással is jár, és ismét egy életre szóló felelősséget jelent. Nem könnyű nap, mint nap gondoskodni egy családról, úgy, hogy közben van egy munkánk, szerencsés esetben hivatásunk is. Nehéz áthidalni az évek során felmerülő problémákat, szembenézni a váratlan kihívásokkal. Mégis ezek a nehéz döntések tesznek bennünket igazán erőssé, mert erősek vagyunk annyi erőt kaptunk, hogy a vállunkra tett terheket elhordozhassuk, sőt meggyőződésem, hogy nekünk nőknek annyi erő adatott, hogy még mások terheit is képesek vagyunk átvenni. Vállaljuk hát a felelősséget. Merjünk bátor döntéseket hozni. Nem mondjuk le a privilégiumainkról egy rosszul értelmezett, emancipációs küzdelemben. Éljük meg a nők és a férfiak közötti különbségből fakadó összhang szépségét és lehetőségét, Merjünk igent mondani a gyermekre, merjünk jelen lenni ott, ahol senki más nem helyettesíthet bennünket. És merjünk örülni az életnek. Örüljünk, hogy nőnek születtünk. Örüljünk, hogy életet adhatunk. Örüljünk, hogy megadatott számunkra a szeretet és a másokról való gondoskodás szépsége. Örüljünk, hogy van kiért felelősséget vállalnunk. Örüljünk a szüleinknek, nagyszüleinknek, társunknak, gyerekeinknek, unokáinknak. Éljük meg és élvezzük azt a csodát, hogy gondolkodó, alkotó nőként hivatásunkban is kiteljesedhetünk, és arra is kaptunk lehetőséget, hogy az életadásának csodájában részesülhessünk. Életet adhatunk szüléssel, és valódi életet adhatunk a felelős gondoskodással is. Recept nincs, de az út ott van mindannyiunk előtt. Merjünk rálépni! Novák Katalin, Családokért Felelős Miniszter az Axiomán ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.